Nyerte Zsuzsa nem engedi, hogy másodjára is megműtsék édesanyját. A gerincműtét helyett inkább az alternatív módszerekben bízik a színésznő, hiszen édesanyja állapotán korábban is sokat segített. Erről kérdezzük Nyerte Zsuzsát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Az egy dolog, hogy te bízol benne, de édesanyád is hisz benne? Hát ez túlzás, hogy én nem engedem. Uh-huh. Konzultáltunk az orvosával, és meg összeült a család, és úgy döntöttük, hogy nem másodjára, most már harmadjára műtették volna az anyut, mert 2013-ban műtötték először a gerincével, akkor volt egy gerinc szűkítő műtétje. Most egy fél évvel ezelőtt volt, ahogy a 11-es csigolyát feltöltötték mésszel, utána eltűnt a 10-es csigolyája, és összeroppant a 12-es. Ja, Istenem. Anyukám 15 centit ment össze, ilyen puf, tehát, hát puf van a hátán, tehát ilyen kis pupos anyuci lett belőle, és hát természetesen ugye fájdalomcsillapítókkal él, de hát ez legyen a legnagyobb baj. Tehát ezt most már elfogadtuk, megszoktuk, és ő is nagyon hősiesen viseli ezt a dolgot. Most elkezdtünk egy kúrát vele. Ezért egy gerincműtét is sok, szerintem. Igen. Tehát meg ez, és vagytok túl. Igen, ez nem az orvosoknak a hibája. Tehát én azt tanácsolom, akik ilyen problémával küzdenek, hogy a végsőkig tartsanak ki, tehát ha már beavatkozás van, akkor utána az. Tehát egyrészt nem biztos, hogy sikerül. Gabi kollégámat is most már jól van, hála Istennek, együtt próbálunk a Furfangos Mennyasszonyban, de neki is ötször műtötték a tehát... Zsuzsi, és hogyha még egyszer kezdenéd, akkor lehet, hogy más módszerhez, más eljáráshoz nyúlnak? Hát most jár majd a Gellért fürdőbe, gyógytorna, ha minden igaz, elviszem majd egy vietnámi csontkováchoz, uh-huh. A Géci Dorottya ajánlotta. Én azt gondolom, hogy az alternatív gyógymódokat ki kell próbálni, tehát hogyha valami beválik közülük nektek, akkor azt... Igen, apukámat is egyébként nyáron egy kínai orvos hozta rendbe, tehát ott is fölemelte a kezét az orvostudomány, és 12 alkalommal akupunktúrás kezeléssel, uh-huh. Hála Istennek, hogy most teljesen rendben van. Uh-huh. De az, amit csináltatok, az mindenképpen szükségszerű volt a hagyományos orvoslás? Tehát ezek a műtétek szükségszerűek voltak, uh-huh. vagy lehetett volna helyette mást választani? Hát ugye mi hallgattunk az orvosára, nagyon jó orvosa van az anyunak, ő bízott benne, hogy sikerül, uh-huh. sikerült is a műtét, de hát ez személyfüggő. Tehát persze. Anyukámnak uh-huh. így reagálta a csigolyája, hogy hiába sikerült a feltöltés, eltűnt a 10-es és összeroppant a 12-es. Ápolni kell őt? Tehát napi szinten kell vele? Nem, mondom, hősiesen viseli. Foglalkozni? Ő, természetesen már nem nagyon lenni. Hagyjuk hát, takarítani, meg ilyen házi munka, nem. Mm. Nagyon nehéz megállni, hogy az unokáit ne emelgesse, mert van két pici unokája, mm-hmm. a Dani meg a Báli, tehát azokat nem szabad emelgetnie. Besegítünk a főzésben is, és hát apukám ott van mellette, tulajdonképpen mm. ő azért a tehát nincs egyedül, nincs egyedül. Hány éve házasok ő? Hú, most fogják ünnepelni decemberben, karácsonykor a 60. házasságét. Jesszusom, úgy, már bronz lakodalom, vagy nem vas lakodalom. Nem, várjál, nem, hát úgy van, nem, úgy van, hogy az 50 az arany, nem? Én igen, és utána, utána van a vas. Igen, ez a vas? Igen, azért ez nagyon... Vagy gyémánt, nem tudom. Igen, ez nagyon, nagyon szép. Nem is hallottam ilyenről, hogy Jézus Mária 60 évén. Igen, azért imádkozom, hogy ne romoljon az állapota, és hát most mondom, elkezdtek egy csontjait erősíteni, egy eléggé borsos áron van ez az injekciózás, úgyhogy ezt... Mi, hála Istennek a család meg tudja finanszírozni, de hát azért ezt kellene finanszírozni az egészségügynek is, hogy ahol nincs rá keret, és nem tudja a család összedobni, hogy másokat is tudjanak gyógyítani. Mi ezzel. Van a gyönyörű lányoddal? Gyönyörű lányom tegnap diplomázott, úgyhogy jelentem, tegnap kapta meg a diplomáját, úgyhogy diplomás közgazdász. No. Úgyhogy most szuper. Most éppen boldog. És gratulálunk. Te meg miben próbálsz? És veled? Mi a helyzet? Jaj, velem az, hogy a Furfangos Mennyasszonyba próbálok az éles színnel, de most jövő héten készülünk, 31-én a Vidám színpadon lesz a Könnyű Erkölcsük című darab a kedvenc partneremmel, Straub Dezsővel. Nino Manfredi írta, és egy fantasztikus jó vígjáték. Ilyen szívet melengető végig 2,5 óra kacogás, úgyhogy akik szeretnek bennünket, azokat nagy szeretettel látom március 31-én este 7 órakor a Vidám
voltam színpadon, Bécsi úton, a Eurocenterbe. Úgyhogy ez a reklámhelye, de köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy eljöttél, és édesanyádnak természetesen jobb bulást, jó egészséget kívánunk. Csókoltatjuk innen is. Köszönjük szépen.